Na, szép jó reggelt minden halandónak és nem halandónak. Érkezik, hát egy jó pár lovacskánk már kim van a téli pályán. Én itt várom Pepperóz barátomat, aki ebben a pillanatban meg is érkezett. És jön a nagy homokon egy Uber 2. Tehát itt van Pepó. Aki... Nem, kocsim, itt van a kanyarba! Gyalogolni nem vészes, még az se lenne, csak amikor rohangálnod kell annyit. Figyelj, merre van a pálya irány. Látod, merre van? Igen. Tudsz mindent? Megbeszéltük mindent. Egyes szép vagy, édesapám. Gyönyörű frizurát megcsinált neki Norbink. Hú, az meg ez a napon lenne ez a fotó. Hát ez... Még egy hozzám illő polló. Jó, nagyon jó. Na gyerünk, menj, édesapucika. Jó, tehát tudsz mindent, megbeszéltük. Itt vagyok. Ez a nyári pálya. Igen. Na, itt javában megy a kincsem film forgatás. Ilyen lovasok szinemáznak itt, de mi meg dolgozunk. Hát, majd meg is kell gondolnom, hogy többiekkel, hogy jövünk ide. Ilyen startgépes valami lesz. Katika. De, jó vagyok, amikor veled találkozom. Drága botont. Meg vagyok, és te? Jól vagy, köszönöm a klasszikot tegnap. Nagyon szívesen. Nem csúnya lovad? Nem baj, szép ám. És mit csináltok? Stargép vagy valami? Nálunk a stargépben. Ja, csak annyi? Aha. És megfejtette már valaki, hogy a kincsen filmben minek stargép? Hát, azt nem sikerült. Tudom, hogy semmi közöm hozzá, de egyszerűen fő vagyok háborodva. Sok dilemma volt ezen. Jó. Na, a fiúk sétálgatnak a lovakkal, közben érkezik Pepikénk. Édesapánk, nem, remélem nem fog itten megijedni. Hát már most azért nézelődik egy kicsit. Húzna, menne. De hát vasárnap futunk gátverseny Pozsonyba. Jó van a puci? Erre figyelj oda, így van. Jó van. Extra hosszú!